Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, a rendőrségi körözésekkel, felhívásokkal jelentkezem. A jászlólányi rendőrkapitányság eltűnése miatt keresi Csikós Vivien 13 éves jászlólányi lakost, aki Jászladány határában dolgozott egy hagymaföldön, honnan ismeretlen helyre távozott, életjelet nem adott magáról, a bevezetett intézkedések nem vezettek eredményre. A leány 160 centi magas, vékony testalkatú, az órában zöld színű, strasszköves piercing látható. Kérjük, aki felismeri és tartózkodási helyéről információval rendelkezik, hívja a Jászberényi rendőrkapitányságot. Lopás vétség gyanúja miatt folytatnak eljárást ismeretlen tettes ellen a Kecskeméti rendőrkapitányság bűnügyi osztályán. A képen látható férfi egy kecskeméti áruházban található pékség asztaláról ellopott egy pénztárcát a benne levő személyes okmányokkal és készpénzzel együtt. A férfit Iván néven ismerik, 175 centi magas, 50-60 év közötti bajuszt visel. Kérjük, aki felismerje bemutatott személy tud tartózkodási helyéről, hívja a képen látható telefonszámon a Kecskeméti rendőrkapitányságot. A Hajdúhatházi rendőrkapitányság eljárás folytat Rost Tibor, 39 éves vámos pécsi lakos, eltűnése ügyében. A férfi eltűnését az édesanyja jelentette be, hogy fia a lakásról ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról. Rost Tibor 175 centi magas, normál testalkatú, kékszemű. Kérjük, aki felismeri a férfi tartózkodási helyéről, hívja a Hajdúhatházi rendőrkapitányságot. Ismeretlen tettese ellen indítottak eljárás lopás vétség gyanúja miatt a Győri rendőrkapitányság bűnügyi osztályán. A képen látható személyek egy győri bevásárlóközpontban italokról eltávolították az áruvédelmi eszközöket, majd az üvegeket a ruházatok alá rejtve fizetés nélkül távoztak. Kérjük, aki felismeri a bemutatott személyeket, hívják a győri rendőrkapitányságot. Az egri rendőrkapitányság eljárás folytat lopásvétség gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen. Egerben egy áruházból eltulajdonított a képen látható férfi és nő egy táskát benne levő értékekkel együtt. Kérjük, aki felismerje bemutatott személyeket tud tartózkodási helyükről, hívja az egri rendőrkapitányságot. A győri rendőrkapitányság lopásvétség gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. A képen látható nő a helyi bevásárlóközpontban egy nőtáskájából eltulajdonította annak pénztárcáját benne levő okmányokkal együtt. A nő 160 centi magas, sovány testalkatú, 18-20 év körüli fekete hajú. Kérjük, aki felismeri a bemutatott személy tud tartózkodási helyéről, hívja a győri rendőrkapitányságot. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, legyenek a segítségünkre, viszontlátásra!